We are from Hungary. We work in video company here. We ask you to help us. Please have to do what they want, otherwise they will kill us. Please listen to them and finish our problem quickly before time is finished. We don't have time and we don't have any choice. Today, 14th of May, 2012. Tavaly 2012. április 28-án történt Szíriában az az emberrablás, amelyben két magyar állampolgárt elraboltak. Az egész művelet, amit a TEK végzett, az egész fogvatartás és annak a körülményei ehhez a szír, iraki és a török határmenti háromszöghöz kötődik. Egy egyszerű ipari telephely volt, ahonnan különböző tárgyakat el akartak lopni. Két pihenő konténerben a magyarok ugye a mozgásra figyelve kijöttek a konténerből, és akkor vették őket észre, és értelemszerűen azért vitték el őket, mert hogy azt gondolták, hogy majd valamit azért ebben lehet kezdeni ebben a két európai emberrel. Én azt gondolom, hogy nem is a magyarság számított itt, és nem is az, hogy ott voltak a telephelyen, itt két európai, aki nagy érték ebben ezen a területen. Ezen a telephelyen dolgoztak gyakorlatilag, és a szállásuk is itt volt, míg a többiek esetleg visszamentek a városba. Két magyar magán a telephelyen konténerben aludtak. Ez alatt a bő egy év alatt 12 helyen is fogva tartották őket. Ebből volt egy 8 hónapos periódus, ami rendkívül embertelen körülményeket mutatott. Mik voltak ezek a körülmények? Mit tud erről az időszakról elmondani? Mi egyelőre annyit tudunk, hogy egy szigeten voltak gyakorlatilag fogva tartva, egy betonbunkerbe tették be őket, és ebben a betonbunkerbe volt egy 2x1 méteres basketrec, ahol elhelyezték őket. Gyakorlatilag ki voltak bilincselve, úgyhogy nagyon sok lehetőségük a mozgásra nem volt. Az előzetes információink szerint, amit eddig elmeséltek, naponta egyszer, maximum kétszer engedték ki őket, de folyamatosan egy ilyen pszichai terror alatt álltak ez alatt a 8 hónap alatt. Today, 18th of June, Monday. I have good health and I am not suffering from anything. 10 millió dollárral indultunk, de hát azt nagyjából mindenki tudja, aki ezen a területen mozog, hogy ez egy teljesen irreális követelés, és érthető módon ez a csoport egyébként a cseréhez szükséges logisztikával nem is rendelkezett. Hát azért ehhez nagyon sok minden kell, hogy egy ilyen fogolycserét, egy ilyen pénzcserét végre lehessen hajtani. Nekünk folyamatosan az volt a szándékunk, hogy ezt nullára levigyük, ezt a követelést, és érthető módon nem ebben a csoporttal szerettünk volna tárgyalni, akik egyébként, amit információink szerint is, elsősorban vagyonelleni bűncselekményekből élnek Szíriában. Érthető módon olyan partnereket kellett ebben találnunk, akik a megfelelő politikai indítatással tevékenykednek a körzetben, és nem emberrablásokból próbálják gyakorlatilag a saját vagyonukat megnövelni, vagy felszedni a nagyobb mennyiségű pénzt. Akkor nagyon egyszerű dolgunk van, tudnunk kell, hogy mikor engedik el és hol, és az összes többit azt már mi tudjuk intézni. Itt ezt az információt kellett nekünk gyorsan felszednünk, hogy pontosan az általunk ismert szervezet hol fogja és mikor átadni számunkra.